Sziasztok, itt a Mester, lesz egy új csávó egy videó erejéig most itt a csatornán, meg egy ázusos nyereményjáték, amiben ingyen lootok vannak, úgyhogy figyeljétek a csatornát. Üdvözöllek benneteket, itt Keveri, és kaptam a konzolok szervizétől egy dobosztot. Egy óriási nagy dobosztot mutattam. Ő lenne az. Nem tudom, hogy mi van benne, de azt mondták, hogy nagyon bulis lesz a dolog. Tehát akkor bontsuk is ki. Itt alul nyitom ki, mert hogy nyilván nem akarom ide fölrakni. Azt tudom egyébként, hogy ez egy ilyen Asus gamer set, egy gamer pack, amiben tényleg van egy szatyornyi Asus cucc. Move, bitch, get out the way. Tuf Gaming K5. Tuf. Van benne egy Tuf Gaming M5 egerentyű. Egy TUF, azaz TUF Gaming H5 7.1-es gaming headset, ami kompatible PlayStation 4-jel. Tehát milyen perifériák kellenek, ha játszani akarsz, kell egy fülhallgató, kell billentyűzet, meg kell egér. Ezek azért általában kelleni szoktak. Ez egyébként tök érdekes, hogy ez kifejezetten ilyen egy gaming széria, ami önmagában poén, már csak így a logózással, meg úgy egyébként az egész komplexitás így elég érdekes. Nézzük meg, szerintem csapassuk először a billentyűzetet, mert hogy billentyűzet nélkül nem megyünk ugye semmire. Amit kapunk, az egy high profile-os switches? MacBrain switch. Ergonomikus kialakítás, ugye ezeknél ez megszokott lenni, dedikált média gombok, mondjuk ugye ez jó, mert nem kell külön function gombokat nyomogatni, ha valamit szeretnénk, hanem egyből megvan, és egyébként egy ilyen régi vágású billentyűzet egyébként. Aha. Különösen érdekes egyébként, hogy a makrókat nem a billentyűzet tetején lévő gombokra erőltették rá, hanem így, én innen ahogy látom, így látszik, hogy 1-es, 2-es, 3-as makró vagy default, itt az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es gombon, tök jó. Ez egy jó megoldás, plusz itt a nyíl részeknél is ott van, hogy mód, meg makró. Ez bejön, mert ugye egy nem egy ilyen elcseszett, ilyen túl tuningolt gamer billentyűzet, hanem egy szolid kialakítás, tehát most akár azt mondom, érted, hogy ha nem tudnám, hogy ez egy gamer billentyűzet, meg nem lenne mondjuk itt ez a dizájnos logó, akkor azt mondanám, hogy most egy irodába is simán be lehetne rakni, és akkor nem mondanák azt, hogy na nézd már, ez egy geeky gyereked. Ja? Dugjuk be. Tehát nem akarok különösebben egyébként senkit untatni a technikai részletekkel. Igazából ez egy nagyon szép, visszafogott gamer billentyűzet. Gyakorlatilag nincsenek tele olyan technikai cuccokat teletömve, amire egyébként amúgy sincsen soha senkinek szüksége, hanem én úgy fogalmaznám, hogy ez a TUF, The Ultimate Force, ha jól tudom, ez nagyjából azoknak szól, akik ilyen visszafogottan, de gaminggel foglalkoznak, nincs ugye ez a telecsicsázott, ez a Pump My Ride-os, nincs ez a telecsicsázott, ilyen mindenféle brünnyögő, vrinnyögó, ívek, stb. Nem egészen egyszerűen egy tényleg egy szolid billentyűzet, ez akárhogy is nézzük, ez egy mechanikus billentyűzet, ez fix. Nyilván ennek is ugye látszik is egyébként a borítóján, hogy úgy állítjuk az RGB-ket, ahogy akarjuk. Szerintem ez már a mostani ilyen gamer termékeknél egy alap dolog, hiszen belerakják a gyakorlatilag a millió szint nyugodtan végig kalibrálhatsz magadnak. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt úgy nagyjából 4 emberen kívül 5 percnél tovább senki nem használja. Általában nálam van egy, vagy pontosabban 3 mód, van egy gaming mód, ami azt jelenti, hogy amikor játszok és rakom le az ujjaimat, azokat a gombokat színezi, amit éppen lenyomtam. Ennek semmi funkciója, vagy semmi jelentősége nincs, csak szerintem menő, ha néha oda nézek. Ezen kívül van egy bekapcsolt háttérvilágítás, ez nálam mindig fehér.
és meg azt, hogy ha akarom, akkor kikapcsolom a háttérvilágítását. Ennyi szerintem egyébként a legtöbb gamer cuccnál maximum ennyit használunk. Azért is örülök, hogy végre olyan gamer billentyűzet jár a kezeim között. Nem egy hangbarát. Hogy egy olyan cucc jár a kezeim között, ami tényleg nem 12 éveseknek készült. Ez azt kell, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon visszafogott, de egy szép darab. Mert ugye ehhez van egy egerentyű is. Igazából magában a csomagban nem találunk túl sok mindent. Ez nem egy nagy egér egyébként. Kicsi egér egyébként, de elég kényelmes. Most így nézem. Nyilván ez meg olyan, hogy van, akinek milyen fogása van, van ez a marok fogás, ugye valaki úgy szereti ezeket, valakinek így elnyúlik rajta a keze. Nekem régen annó ilyen marok fogásos egereim voltak, aztán ugye bejött egy másik egér, ugye a Rival, és azzal nagyon-nagyon nehezen egyébként átszoktam. Viszont ez tipikusan nekem az egérfogás, amire így egyből így vissza tudnék menni, és nagyon-nagyon tetszik a lenyomás erőssége, valahogy ideális, nagyon jó valamiért a komfortja, a csúszása is egyébként elég jó. Nyilván ennél is gondolom 95 millió RGB-t állítgathatsz, ha akarsz, mivel Asusról beszélünk, ezért sanszos, hogy a szoftvere ugye nyilván nagyon jó. Itt a hátul a logója az ugyanúgy ugye tud világítani, világít is, ahogy látszik. Egyébként más világító részt nem látok rajta, de aha, ja, hát a DPI állító, az mondjuk nem egy rossz, ha van egy feedback, mert például az én egeremen nincsen. És így néha így nem tudom, hogy mikor van, mert ugye van a gaming, meg van a desktop, DPI. Én ezt egyébként szoktam váltogatni, mert a shootereknél ugye nem jó hatalmas nagy szenzivel játszani, és nálam például nincs visszajelzés, tehát rányomok, jó, akkor ez nem az, és akkor újra próbálom. Itt viszont egyből ránézés látod, hogy éppen hol vagy, ez egyébként egy jó történet. Egyébként a design az szerintem itt is egy gamerhez képest aránylag visszafogottabb, de ugye ezzel a hasítékkal, meg ezekkel a nyilakkal azért ez már egy kicsit ütősebb, meg vagányabb. Ez a billentyűzethez képest nem tudom mennyire látszik, de színben azért ez eltér. Ez ilyen grafit szürke, ez pedig fekete. Ellenben ugye nyilván a logózhatóság, mármint pontosabban ez a logó így az egész egymás mellett, mint egy set brutáljal néz ki. Jöjjön a fülimüli. PS4 kompatibilis egyébként, az mondjuk egész jó, az nagyon adás. Hát elsőre egyébként így ugye vezetékes, tehát nem vezeték nélküli. Na, ehhez kapunk dolgokat, erre kíváncsi leszek. Gondolom talán a PS4 miatt, vagy mi miatt, mi van benne? Ó, aha! Na igen, ugye a konzol miatt kapunk, ahogy látom, némító van benne, az jó, azt szeressük, ha van benne. Ott van hozzá a mikrofon, és van egy ilyen apa-anyás jack tartozék is, nem tudom mire akar azt szolgálni. Na, ez is magyar király, leválasztható mikrofon. Hangerő szabályozó kerék van rajta valahol. Ezen oldalt van ilyen? Hát én ezen nem látok hangerő szabályozó kereket. Ja, ezen van, bocsi. Ugye van egy mikrofon. És. De szóval kell ezt, aha. Jó, tehát egy oldalra csatlakoztatható a mikrofon. Ez meg is van. Simán használható ugye jackkel is. A teljes fület egyébként körbeéri. Nekem mondjuk nincs nagy fülem, de nagyon-nagyon szépen körbeéri, ami hatalmas nagy pont, mert én utána, amikor nyomja a fülemet, egy idő után abban meg tud fájdulni a fejem. Hát van itt egy ilyen liffentyű.
Ez nekem azért így elég közel van. Mármint így... Mármint így tényleg. Hangerőszabályzás. És nagyjából ennyi. 7.1-et most nem tudom kipróbálni. Nyomjunk valami zenét. Azt is sajnos nem hallhatjátok, mert copyright strike-ot kapnék. Basszus, jó. Bár nyilván gameres, tehát ilyen... Nem rossz, de nekem ez itt mintha nyomná a fejem. Ez itt nem a legszivacsosabb. Felső részen. Ehhez azért tartósan kéne használni, hogy igazán véleményt tudjak róla mondani. Nekem ez kicsit fura, hogy ez ilyen közel van. Ez nem tudom hosszú távon mennyire lenne jó. Jó, hát köszi szépen, hogy megnéztétek a videót. És ennyi. Kösz, hogy itt voltatok. Csá!